kanadai magyar közösségi szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A szervezetnek a Torontói Magyar Ház ad otthont. A most következő összeállításunkból megtudhatjuk, hogy miben tudják ők segíteni a magyar közösséget. Ismét találkoztunk Ill Mártával, a kanadai magyar közösségi szolgálat vezetőjével. Márta elmondja nekünk, hogy milyen programokat terveznek a 2016-os évben, és hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a Torontóban és környékén élő magyaroknak. Először is boldog új évet kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy újra eljöhettem. Nagyjából megterveztük a 2016-os év programjait, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk folyamatosan szombatonként tartani a csoportjainkat, ahol a felnőttek egy külön csoportban és a gyerekek is egy külön csoportban találkoznak, párhuzamosan folynak nekik a programok. Az első nagyobb programunk az egy süteményvásár lesz, ami a Valentin naphoz kapcsolódik. Sütünk süteményeket, és akkor azokat el fogjuk adni a különböző helyszíneken, ezekre is lehet jelentkezni. A Facebookon lehet majd tájékoztatást kapni erről, fényképeket is lehet látni, hogy milyen süteményekkel készülünk. A továbbiakban pedig segítünk azoknak az embereknek, akiknek szüksége van arra, hogy például valamilyen nyomtatványt kitöltsünk, vagy el tudják dönteni azt, hogy milyen iskolába jelentkezzen majd a gyerek, vagy milyen egészségügyi szolgáltatásokra van szükségük. A februárban megrendezendő gyerekjelmezverseny, a farsangi gyermekjelmezverseny is a programjaink közé tartozik, és természetesen fánksütéssel együtt lesz. A tavasszal elég sok kirándulást is tervezünk, tehát amikor már a szabadban tudunk mozogni, gyerekek, felnőttek együtt, többek között a Szigetre látogatunk, a High Parkba, és a gyereknapot pedig a Dufferin Parkban próbáljuk megtartani. Egyéb bármilyen kérdésekkel lehet hozzánk fordulni, amit a bevándorlással kapcsolatos kérdések, oktatás, egészségügy, és nagyon szívesen válaszolunk rá, akár például olyan családi problémák esetén is, amikor válóperről van szó a családban, itt is szívesen nyújtunk segítséget, ugyancsak az adózás közelettével adózásban is segítséget tudunk nyújtani. Bármi, ami felmerül, nyugodtan megkereshetnek bennünket a Facebook oldalunkon, vagy pedig telefonon, ami a 647-740-2947-es telefonszám. Örömmel tudom mondani, hogy az előző jelentkezésünk óta már kaptunk ezen a telefonon még Magyarországról is megkeresést.